comeback. De mire is jó ez az osztályozó kupa döntő? Ez inkább erőviszonyok felmérése, ugye osztályokba sorolják a csapatokat, ugye az alapszakaszra. Majd ami csak januárban kezdődik, ugye akkor kezdődik valójában a Magyar Nemzeti Esport Bajnokság, még csak az elején járunk a kvalifikációk, az osztályozó kupa döntő, de a rendes bajnokság majd csak a következő év elején kezdődik majd el. De egyébként nincs kis tétje ennek az osztályozó kupa döntőnek sem, hiszen 300.000 forint az összdíjazás, ebből a győztes 200.000, míg a vesztes alulmaradt csapat 100.000 forintot visz majd haza. Így van, tehát abszolút nem kevés pénzért megy a játék. Tehát ahogy látom, meg is érkeztünk. Ide Mirázs az első pályára, itt a Play-ten. Ahogy és késkör. Muszáj eldönteni a csapatok között, hogy ki fog kezdeni CT oldal, valljuk be őszintén, hogy itt... Na de egyébként az új ekonomiai helyzetnek köszönhetően azért a T oldal is elég jól felerősödött. Úgyhogy ezért is fontos, hogy melyik oldalon kezdenek. Elkezdik a késelést a srácok eddig... Hát, mire kimondom ezt a mondatot, egyébként már a Revolt meg is nyeri a késkört, nagyon egymásnak estek a felek. Na nézzük, hogy Flessék esetleg át fognak-e menni CT oldalra. Egyébként érdekes a történet, tehát látunk 4 pixel logót is. Tehát ezt el lehet mondani a két csapatról, hogy mindkét csapatban vannak pixel játékosok. Van, 2-2, ugye? 2-2 szépen elosztva. Ugye BZT és Áron van egy csapatban, a Rezó csapatában, még a Revoltnál Flash és Bodító. Az ötödik ikonikus játékosa a pixelnek egyébként Dev nincs most itt. Hát ő nem akkor jutott le. Ez a pixel még egyébként nem volt kész. Így van, az ICR után, ugye, amit szintén behúzott a Pixel, nagy meglepetésünkre, de térjünk is vissza a mai mérkőzésre, és a Revolt és a Rezó összecsapásra kezdődik az első kör, a pisztolyos kör, itt Mirázson, nézzük, hogyan védekezik majd a Gobeson által vezetett Revolt, és hogyan támad a Rezó. Hát nagyon gyorsan be fognak kezdeni a Rezó játékos, hiszen már is érkezik a B támadás BZT vezetésével, Kori ugrik utána, Bodító nem talál egyenlő egyfelekesem, és BZT lelövi flash-t, BZT duplázik már. A Bodító, Kori is próbálkozik, konyhába vajon el tudja lőni Kolort? Nem, úgy tűnik, bár ennek ellenére Kolort tud fregelni, hiszen megvan neki Áron. 3v4-ben maradt, pont a három kevós játékos maradt, tehát Flash a CZ-vel és a Heggel már elhult. Alapban vissza kellene foglalni, 3v4-es szituáció nem lehetetlen, de először fregelni kellene. Rudi néz ki konyhára, Kolorral néz Farka szembe, de végül Kolor és Fliv is tud fregelni. 3v2, mire kimondom, Kori fregel egyet, Kolor hal, Fliv! És Genzillával is végez Fliv. Fliv 3K, Color 2, a két fiatal megmutatta. Kettel előttek 5 embert, ez pedig az első kör a Revoltnak visszafoglalásra. Mondjuk azt, hogy játszottak, de végül vissza tudtak foglalni. 1-0. Jónak tűnt egyébként, egy 3-0 szituációt bukott el így a Rezó, de semmi probléma, ez csak egy pisztolykör volt. Ráadásul az idézőjelbe tett új metának köszönhetően itt most már... Nem kell duplán lekózni. Így van, az iskola körök csökkentek ugye 2-re, de az is látjuk, hogy a második körben nem kell full lekózni, hanem már lehet venni 5 darab dezit, így is marad 1750 dolcsig le lehet magad venni, egyedül Gamezilla van ez alatt 1450-en, de hát így is fogják tudni majd venni. Nyilván a cél ebben a körben az, hogy élesítsék a bombát, ezzel is több pénzt szerezzenek. Így a következő körben tudjanak fregelni, mint például Rudi, így adok a Dezivel, lelövi Gabit. Ó, és Kori is beszúr egy fekett Kolorra, akinek egyébként csak egy B2-50-je volt, hiszen ember menti előny. A pénzét a AVP-re, és ember előnyben van a Rezó. Erről beszéltem, így is lehet kört nyerni, nem csak bombát rakni. Természetesen ezekkel a dezertekkel célszerű tartani, hogy Genzilla megöli Flivet CT doboz mögött, és egy teljesen üres áramkóval talált viszont a bombát ott hagyták még rámpa előtt, és Bodító tud duplázni, 2v2, és 2 majdnem full HP-s játékos szembe, 2 lesebzett játékossal, nem lehetetlen szitu, de ezikkel fejes kell lőni. Áron néz ki hamarosan, dzsungelbe Bodító észreveszi a konnektorban ólálkodó terroristát, akinek így vissza kell lépnie. A bombát időközben felvette Gamezilla, meg is indul árakóra, ki kellene fejelni CT-ről Flash, hát Flash az M4-jel sokkal pontosabb és erősebb is. Áron 1v2-es szituációban, 50 másodperc még a körben, de hát kifutnak rá ketten, 2-0 Revolt, nagyon szép kör volt egyébként a Rezótól. Abszolút, tehát gazdaságilag azért megingatta a Revoltnak a játékát, de ennek ellenére Kolornak még mindig van pénze, Gabesonnak is. Nyugodtan, akár vehet egy második AVP-t is, de nem, inkább az M4-ben. Bodító vesz egy augot. Nem meglepő vásárlás egyébként, tehát hogy láttuk már nagyobb szinteken is ezt a fegyvert. Szemben ugye a teljes vásárral, amit a Rezó tudott alkalmazni, a korábban említett új metának köszönhetően, a Kránát jó lett volna középre, de nem sebzett senkit. BZT nagyon cselesen tartja füstszélére rövidet, hát érkezik ott egy agresszív CT, erre egyébként a legnagyobb esély Bodító, hogy kitolja, hiszen ő helyezkedik ebben a pozícióban, és le is tudja lőni Áront, ember előnyre tesz szert, tehát a Revolt, és dob egy konnektorfüstöt. Ez egyébként középkontrollja már viszonylag van a Revoltnak, hiszen... Hát úgy, ahogy igen. Próbálja tartani
az összeszöget, amit csak tudnak. Gamezilla flash-en nézhet farkaszemet nagyon, nagyon korán. Bodító is ott van Bén segíteni társának. IZT visszanéz Gabira és tudja fregelni. 4v4. De még bármerre mehet a Rezó, de nagy valószínűséggel ez egy B támadás lesz. Bodítóra nagyon kell figyelni ezzel az auggal. Nagyon halálos tud lenni és nagyon pontos, de jól használja Bodító. Flip van egyedül Árakon, de CT-ről hamarosan érkezik Kolor is. Igen, nála már ez az említett támadás, van egy darab flashbang, és van mellett a kiskabok közben Bodító elvi Gamezillát, Rudi folytatja. Most forgatnak át Flivék, flash tud egyet fegelni, Rudi megvan neki flash duplázat, de nem BZT visszalövi, 2v2, a momát hamarosan élesíteni tudja majd Kori. Konyhába foglal vissza mind a két CT játékos. Fliv, nagy fejes kapott BZT-től, Kolor 1v2. Láttunk már, ennél nehezebb situt is menjeni Kolornak közben. Megállt Kolor. Valami történt esetleg? Nincsen diffuse kitje Kolornak, 5 HP és BZT, tehát az AWP-ben meg is tud fregálni, tehát BZT oldalba lövi. Nem tudni pontosan, mi történt itt Kolorral. BZT egyébként 4K-zott ebben a körben, és így ennek is köszönhetően megnyerte a Rezó az első körét, és már egy időkérés. Viszont nem Kolor DC-zett, ez meglepő. Úgy tűnt, mintha vele lenne a probléma. 2-1 egyébként a Rezó most itt tud vásárolni. Míg a Rivoltnak majd pisztolyokra kell hagyatkozni ebben a körben. De ezeket ők is ugyanúgy tudnak venni, egy flash, aki nem tud majd költekezni. Egyébként ez a rezókör már nagyon benne volt a levegőben, tehát annyira masszívan nem kezdett a Rivolt. Nem, főleg a második körben ugye a Dezikkel. Pontosan. Ott is 2v2 kialakult, tehát várható volt, hogy a fegyveres körben simán visszajött a Rezó is. Akár Firepower-ben, vagy akár ezekben a fészelésekben, amikor belemernek menni, és nagyon agresszívan játszanak egyébként, mind a flankelő játékos, mind a középre kimenő játékos, nagyon agresszív tartják a pozikat. Láttuk egyébként BZT-t is, amit te is kiemeltél, hogy a füst mellett csak ott tartott a rövidet, hátra kitolja valaki. Végül Bodító tudott fregálni ugye az auggal, ez nem volt meglepő, de egyelőre nem nagyon szilárd a Rivolt védelme. Reméljük, hogy nagyobb technikai malőr nincsen, Flip vissza is ott a szerverre, úgyhogy nagyobb gond. Kérdés, hogy ekózni fog, természetesen nem is kérdés, hogy ekózni fog, mert nyilvánvalóan, hiszen 1900 dollárt kapnak, ha elbukják ezt a kört is, és nem alkotnak valami iszonyat nagy csodát. A Bodító a Desertekkel, P250-nel, CZ. Olyan tipikus ekókör, valamilyen pisztolyok vannak, P250-ek, CZ, két Dezi. És jöhet majd egy palotából megindított támadás, egy játékos ott van középen, Gamezilla személyében. Még egyébként Áron tartja rámpát. Kerítős, hát kerítősebb lehet, Gamezilla érkezik, konnektorból, Flip, nem tud fregálni BZT lövileg, viszont Galbeston lelövi Gamezillát konnektorba, ennek a fegyverét akár fel lehet venni, és a kevés életerővel rendelkező BZT-t le lehetne lőni, de Kori robbantja ki Galbeston, Bodító időközben lefejelte Korit a Dezivel, erre oda kell figyelni, 2 nagyon kevés életerővel rendelkező terrorista van, simán lehet visszafoglalni. Igen, ugye ez BZT és Rudi, és BZT már, vagy Rudi meg is hal, BZT azonban válaszol, sőt Áron is lelőtte flash, Bodító marad 1v2-ben, szintén egy dezerttel, Áron kinéz, nem tudja fejbelülni, és BZT segít csapattársának, így kiegyenlít a Rezó. Így van is. Hogy nézem, pénzügyileg még mindig nem áll a toppon a Rivolt, nem lennék meglepve, hogyha még egyet ekóznának, így van, Galbeston már veszi is a Dezit, még egyet ekózni kellett, pedig azt jelentheti, hogy nagyon könnyen átveti a Rezó a vezetést, 2-3-ra fordíthatják egyből a meccset, viszont akkor a következő körben, a hatodik körben látunk egy újabb fegyveres kört. Kolor szintén csak egy T250 középen néznek ki, ketten is, egyébként csak Kolor halt meg, Bodító nem szaladt utána, rögtön illetve szeretett volna, de inkább életementése véget, visszahátrált. Kitolja flash egyébként, B házat számít erre Rudi. De csak egy flash-e néz ide. Megvan a bomba! A bomba! Ez így nagy hiba, Flip 12 HP-re lemegy mindeközben, és Galbeston meg is hal Áron révén. Flash-nél van egy AK, ezt ne felejtsük el, főleg úgy, hogy Flip is tud fregálni, 3v3, abszolút nem lehetetlen szituban. Mari volt, flash visszatolta a rámpát, azt hiszi, hogy itt vannak a terroristák, viszont pont oda mentek, ahol flash volt. Flash azonban átengedte nekik a bombát, inkább azt mondta a Rezónak, hogy nyugodtan vigyétek, majd inkább visszaszerezzük a rakón. Viszont a középről konnektorba jönnek, akkor beleszaladtam a Flash AK-47-esébe. Áron csebzik időközben, Flash nagyon jó poziban van, szendvicsben innen simán lehet fregálni, akár egyet, akár kettőt. Flash simán lehozhatja a kört, sokadának megvan neki, Kori, hogy duplázik, megvan BZT! Áron lefejeli Flash, 2 kevés életerővel rendelkező játékos a Rivoltnál. Áron 1v2-es szituáció, a bomba nincsen nála, viszont ideje még mindig van. Ez az idő egyébként már már kevesebb, mint 40 másodperc, és Flivben bújik a sarokban, muszáj a fejlővés a CZ-vel, hogyha szeretné, de Bodító megérkezik konnektorból! Hát kinek kell a fegyver? Túl lepót hoznak kinek a kell játékosai. A fegyver?
Flash nagyon szépet hozott ebben a körben, hogy flankelt egyet, amire abszolút nem számított Rudy, és főleg úgy, hogy Rudinál volt a bomba, innentől kezdve nagyon jó szituba került a Revolt. Ez pedig azt jelenti, hogy most a Rezónak kell ekózni a Tech-9-ek, CZ-k, P250 és 2 AVP a Revoltnál, Flashnél és Colornál, 2 AVP-s védelemmel próbálkozik a CT csapat. B-man Flash, az ő körre lehet, hogy itt tudna fregálni, nagyon gyors a B-támadás a Rezótól, jók a sebzések. Oh. Bodító kinéz mindeközben, akkor Rudy tud válaszolni, Bodító most már duplázik az alkával, lesz belőle trilla, lesz bizony, és még Bodító a Dezivel is hátra tud fregelni, nem Color ellövi előleg Emzillát, aki kiugrott kocsihoz, és már is BZT egy 1v4-cituban, aki konkrétan hátulról jött, elkapja a VP-t, azonban Coloron kívül nem tud ellőni senkit, újra beáll a kettőkörös differencia 2-0 után. Várható volt a gyors bírás egyébként. A Rezótól gyorsan le akarták tudni ezt a kört, és ha úgy lett volna, akkor bombát is telepíteni tudtak volna, de hát ott volt Bodító, aki már 11-3-as statisztikával rendelkezik, a többiek 5-2-5-3, de Bodító eddig a Revolt MVP-je. Nézhetünk is egy tabellát, mindenközben Bodító 11-3, 2 darab MVP, hát a két Rezó kör nyertese idézőjelben, az pedig BZT. Abszolút, 14-ben. Nála landolt a 2 darab MVP, és füstön keresztül azért közel volt. Nem tartott rossz helyre BZT. Lív azért doboz meg, Gabi. A Gabesson megszerzi a nyitót Gamezillára. Célszerű ezekkel a dezikkel ugye tartani a távolságot, hiszen nem muszáj ezekkel a pisztolyokkal az ember szájába menni. Ellenfelünk szájába közben Fleeve duplázik, tételül a bomba esik, és már is Rudy marad egy egyvőt szituációban. Na, egy ilyen Nikóféle Blaze Dezi. Hát, így van. Van hozzá kiskevó. Látjuk is a nameteget rajta, de hát nem segít. Fleeve tripla, 5-2. Három körre megy a Revolt, és akkor most vásárolhat a Rezó. Érkeznek is az AK-40-esek, AVP-re viszont még nincsen pénzük. Gránátügyileg egész jól állnak, szinte majdnem teljesen tudták venni azokat a gránátokat, amik szükségesek lehetnek egy-egy rakú támadásához. Ezzel szemben még mindig két AVP-s védelem a Revoltnál, bejött nekik. Igen, pontosan ezt szerettem volna kiemelni. Újra mid-controlra törekszik a Rezó. Érkezik a gránát ablakba, majd kölcsönkenyér visszajár alapon. És többet sebezzük. Érkezett top midre is. És áttolják a füstöt BZT-ék rámpán, Áron pedig nagyon passzív. Megvan neki a nyitó. És duplázik. Duplázik. És Color is segít. Bomba elesett egyébként. Oh. BZT. Hát kidobta Fleeve-et, Color egyből meghálálta, úgymond. Lelőtt AVP-be BZT-t. Áron 1v4-ben. Hát ő még csak középen szépen lassan érkezett volna a konnektor felé. 1 perc, 10 másodperc van még ebből a körből a hátra. Tehát Áron semmi gránáttal, nem túl nagy esélyekkel érkezik a körbe, de Bodítót le tudja fejelni, ugyanis rossz irányba nézett ki a CT játékos konnektorból. Még így is 1v3 situ, info megvan. És nézzük, Áronról ide tartanak. Gabesson kimegy ablakba, van még ideje egyébként Áronnak, és tartja, hogy Gabesson kinéz, azonban ellőni nem tudja. 6-2 a Revoltnak. Így van, most egy kicsit úgy tűnik, mintha összekapta volna magát ez a védelem, és kezd ki egyre inkább szilárdabbnak tűnni a Revolt védelme, főleg ezzel a két AVP-vel, ugye Flash B-n tudja fogni az embereket, Color pedig bármelyik pillanatban középről át tud segíteni Ára, vagy éppen akár a középkontrollt megszerzi a csapatának. Ismételten megjelenik az AUK Bodítónál. Jól működött. Flash is szokta egyébként használni, olykor-olykor, de most AVP-je van, hát nyilvánvalóan. Az ő körre lehet megint. És Flash. Megvan a nyitó. Rudy is ott van még egyébként B-házban, nála van a bomba. Kettele mentek alsóba, ők Kori és Gamezilla. 2 pont az a játékos, aki egyébként azért nemzetközi vizeken is evezett már. Hát, hogyha nem is nagy szinten, de egyébként a Balkán Ligában, a Klichtekben, illetve kisebb szervlanokon is részt vettek már. Van, és most bejöttek teljesen közép, itt akár buszon is lehetne egyet. Valószínűséggel majd konnektorba szeretnének menni, hogyha BZT tudott fregelni, és tud! Gabesson hullik el, Bodító az auggal visszalövi egyből BZT-t, megvan egy csere, így még mindig ember előnyben. A Revolt 4v3 a szituáció, és Bodító az auggal nem hibázik, és nézd még ki középre. Tud-e fregelni? Nem! Rudy! 2v2, ez azonban így nem rossz. Egy bomba is náluk van. Már Gamezilla azért 20 HP környékén mozog, és visszamennek alsóba, vissza fognak forgatni B-re. Ez nem rossz döntés, hiszen Flash kijött rövidre. Ezzel megerősítve a midvédelmet, bár most Fleeve inkább átpártolt Ára, és ott ólálkodik alapon.
És most a B-házban indulnak meg, Flash az AWP-vel ezt nagyon könnyedén tudja tartani, de hogy egy picit is ellépi Flash, akkor onnantól kezdve meg lesz az info Rudinak és Gamezillának, hogy merre van az AWP. Gamezillának 5 darab golyója van a CZ-be, Flash nem tudja előni a P2000-re, majd az AWP-vel megvan Gamezilla, Rudi egyedül marad, 20 másodperc, élesítenek ellen a bombát, de Flash milyen gyors, 7-2. Hát, pisztolya nem ment, mert AWP-vel, az már pontosabb volt. Az a korrigált. És megjelenik az AWP BZT kezei között, ez pedig azt jelenti, hogy a Rezó is megpróbál AWP-vel támadni, valahogy lyukat kell ütni azon a két AWP-s falon, amit a Revolt felállított az elmúlt körökben. Amint egyébként két AWP-jük van, nem nagyon talált rajtuk részt a Rezó. Azonban nagyon bízok benne, hogy nem ám egy ilyen egyoldalú mérkőzés fogunk látni végig. Tehát oké, nem nagy a differencia, 5 kör még csak, de oda kell figyelni a Rezónak. Hát, akkor most próbáljunk meg egy füstös altámadást. Jók a gránátok. Igazi magyar kör, és Áron megszerzi a nyitót. BZT vakít, és nagyon közel jött egyébként az AWP-be, tehát nem hátulról support pozíciót használ. Kori, meg tudja lépcsőn a füstet, de Gabeson még csak bujkál hátul. Kolor. Ó, hogy el tudna lőni Korit, az nagyon jó lenne a bomba, mindeközben lekerül. Gamezilla tud válaszolni. 3-4-re érkezhet majd a visszafoglalás, és Áron is Flash, sőt Áron... Portáról, Áron duplázik, Kolor 1v4. Na nézzük Kolor, de hát Rudi egy Flash után nagyon könnyedén kivégzi Kolort, és az AWP most átkerül a másik oldalra, ez pedig azt jelenti, hogy 2 AWP a Rezónál. Egyből elveszik a két AWP-s védelmet a CT-től. Még jó, hogy kiemeltük egyébként a kör elején, hogy nem találnak részt ezen a két AWP-s védelmen, egyből megcáfoltak minket, és hoztak is egy kört, 7-3, simán zárkózhat a Rezó. Megint, mintha ára dobnának füstöket, viszont ez simán lehet egy terelés, ugyanis két játékos már elindult B-re, Gamezilla és Kori személyében, Rudék most hamarosan bedobják a füstöket, a flasheket ára ezzel terelnének, viszont letolják, tívék, számít erre a terrorista csapat? Igen, ugye három játékos is nagyon közel van, és most már érkeznek, ez Fleev egyébként hallja, és bizit ennek ellenére megszerzi a nyitót. Fleev azonban válaszol, Rudi lövi őt vissza. A két AWP-s regelés, viszont Gamezilla nem tud Gabesta lövi le őt konnektorban, 3v3. Kolor, Áron fejli le őt is, ember előnyben a Rezó. A bomba hamarosan lekerül, onnantól kezdve pedig az idő a terroristáknak ketyeg. CT-ről érkezik Flash. Az jó lesz az a gránát. Új, de nagyon jó. 50 HP-t vett le, és Rudi lelövi CT-ről Flash, Gabeson 1v3, megvan neki Áron, jön a moló majd alapra. Talán elment, nincs ába, de Kori végez vele rövidről. Két kört hoz zsinórban a Rezó. Úgy tűnik. Magához tért a Rezó, kellett nekik az a körgyőzelm, az egy kicsit feldobta a srácokat. Viszont mind a két AWP-t elvesztetik, így kénytelennek vásárolni még egyet. A BZT kapja meg a Rudi-tól. Viszont a pénzügyi helyzetük egy kicsit összeesik, viszont nem annyira Korinál, mint 4750 BZT-nél 3500, a többiek kicsit kevesebb pénzen, ezzel szemben ugye a Revolt ekózik megint, de hát hoztak már ilyen kört, láttuk őket kört hozni, tehát hogy nem lehetetlen. Főleg most is ott egy 1-1-es csere, Korit előtte Rudit, azonban Kori azonnal visszalőtte őt. BZT-re jó a sebzés, az AWP-vel könnyen lehetne likvidálni, BZT nem tudja merre nézni, hirtelen Kori fregel. És Gamezilla is folytatja, megvan neki Flash, 2v4 szituációban marad a Gabesson-Fleev duo. Gabesson teljesen vakkonyhában, míg Fleev hátulról érkezik. Kérdés, hogy Gamezilla följebb fog-e ugrani kocsira és esetleg észrevenni őt. Hát hogy most kezd itt fregelni a banánat, de hát Gabi. Ő kinéz konyhából, oldalból ő Gamezillát, 2v3, hát nem nagy valószínűséggel hozza le ezt a költő Revolt, inkább csak fegyvereket akar elvenni ellenfelét, hogy minél többet kelljen költeni a következő kör elején, de hát Kori végez Gabessonnal 7-5. Szépen zárkózik a Rezó egyébként, még egy szoros első fél időt is láthatunk. Érkezik a 13. kör, és újra van pénz a Revoltnál. Egy AWP-re biztosan Flash, vesz AWP-t 5850-ből, lehet, nem, inkább gránátokkal teli, diffuse kites M4-et, lehet, hogy azzal jobban járnak, mint egy Kevó nélküli VP-vel gránáttal. Egy újabb altámadás érkezik. Majd Kolor tartja közepet a lépben, közben Fleev megszerzi a nyitót, és már is érkeznek be a terrorok, Kori van nagyon közel, nem egy szendvicsbe, Áron lelövi Gabesson, de 4 HP-ra lecsúszik. 4-4-re tehát. Nincsenek füstök egyelőre még, de... Jó a tűz egyébként Fleevre, aki szépen ég, de hát Rudi, mikor kimozdulna a Fleev a tűzből, Rudi ott van és lefejeli őt. Ki van molózva, de bodított, ez nem érdekli az auggal. Lelövi Rudit, aki élesíteni próbálta a C4-et. Kori füstön keresztül. Belefér 2v4, vagy 3, bocsánat. Áron itt lelőheti Kolort, és hátba is lövi. Kolor árakó tartott a konnektorból, míg Flash
marad egy 1v2 szituban, ami 1v3 volt, hiszen Kodol is meghalt, fél HP-n van, van még egy gránátja. Számítanak szerencsés arra, lenne, hogy hogyha Áront el tudná találni vele. Bézét kellene először lelőni, és a 4 HP-s Áronnal már könnyebb dolga lesz. A füst még mindig jó, és kirakja a doboz mögé BZT bombát, innentől kezdve pedig kiszorított helyzetben van Flash, de hát nem lehetetlen cit, hogyha BZT-vel végezett valaki AWP-s, akkor simán meg lehet a kör. Na nézzük, elleveti BZT-t és megvan neki BZT, Áron 4 HP-n, simán hozhatja Flash. Jó a gránát, éppen nem sebzi Áront. És nem hozza le Flash! Pedig meg volt az info, jó helyre nézett Flash, viszont Áron gyorsabb volt, előbb osztotta ki a fejlővést, 7-6. Majdnem meg volt ez Flashnek, majdnem egy V2-t hozott, de végül Áron jobban oldotta meg ezt a szitút. Az a gránát nagyon kevesen múlott, hogy eltalálja Áront, pedig hogyha azért fél centivel előre megy Áron halott, és a Revolt nyeri a kör. De hát ez nem így volt, 7-6. És könnyen lehet, hogy ki is egyenlít a Rezó, és egy nagyon szoros első félidőt látunk. Igen, nem dölt még el a félidő sorsa. Érkezik a középkontroll is, hogy tehát Áron is Rudi szúr egy-egy fregetbe. Kolor azonban válaszol, és Gabesson is megmutatja magát a mezibel. Megvan a bomba. Megvan a bomba is, hogy tehetem BZT, és meghal Kolor révén. Gabesson talán el tudja lőni alapon BZT-t. Molózik egyet, az nagyon jó moló lehet. Gamezilla fregál középen, bodító hal, 2v2, Gabesson és Kolornak kellene fregálni, de BZT visszalövő Gabesson, Gamezilla pedig duplázik. Kolorral végez, 7-7, nagyon közel járt megint a Revolt, hogy egy ilyen ekós kört hozzon. Végül ez nem jött össze. Mintha meghallották volna szavainkat, hogy 7-2-nél egy kicsit megijedtünk, de azonnal 5 kört hozott a Rezó. Igen. És az első félidő utolsó körére marad az, hogy ki fogja megnyerni az első félidőt. BZT vett egy Mach 10-est. Hát miért ne? Utolsó körre. Figyelj, valamelyik lépésre rámegy, Gabesson vagy Kolorra, hibázik, szóval rá lehet tudni, és érkezik a gyors B a Rezótól. Számít erre a Revolt? Nagyon gyorsan beszeretné szalni a sebzést, abszolút tökéletes a Rezóra. Flash egyet fregál, viszont Rudi kijön, lefejeli Flash, 4v4. Modító van nagyon jó poziban, tehát itt a Mach 10-es BZT-től. 3v3, a bombát lehet élesíteni, vissza kell foglalni a Revoltnak. Látjuk már őket. Kap egy gránátot is, hát két füsttel is ki van zárva egyébként itt röviden. Nehéz dolga lesz. Kap egy kis sebzést, majd egy újabb gránát. Kolor 58 HP-n. Kicsit megijedtem már, hogy át fog lőni a füstön keresztül. Fleet! Megvan neki Gamezilla, azán azonban visszalövi őt Kori. BZT át, de viszont Kolor lefüleli, Kori 1v2. Lelövi Kolort. És Gabesson vagy Kori. Nézzük, ki nyeri az első Kori 1v1 dönti el, és Kori beszúrja füst fölött. 3K Korinak, ez pedig azt jelenti, hogy a Rezó nyeri az első félidőt, 8-7-re és 7-2-ről fordították meg, ne felejtsd.